Köszöntöm kedves nézőinket, ismét eltelt egy év. Hamarosan közeledünk az adventi időszakhoz, ami az ünnepvárásról és a készülődésről szól. Ahhoz, hogy az otthonunkat egy picit díszesebbé, hangulatosabbá tegyük, ismét készültem egy pár virágkötészeti kellékkel, készítménnyel. Igyekeztem idén is olyanokat választani, amit könnyedén otthon is elkészíthetünk. Majd fogják látni a kedves nézők, hogy olyan anyagokkal, ami minden konyhában megtalálható. Akkor vágjunk bele! Az adventi, klasszikus adventi koszorú alapja egy szalma vagy cirokból készült alap. Gyertyatüskék kellenek hozzá, és természetesen gyertyák, és nem forrósítom fel. A gyertyatüske nagyon fontos, hogy használjuk, hiszen fémből van, és ez egyáltalán nem árt tűzvédelmi szempontból, hogyha a szalma alapot elválasztja az égő gyertyától egy fémlap. Biztosan ilyenkor több média cikkezik a tűzveszélyes dolgokról karácsony idején, úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyjuk ki. Jó. Elhelyeztem a négy gyertyát, én most a klasszikus elhelyezést választottam. Meg is van. És jöhet a díszítés. Idén trend a természetes vonal. Ez az adventi koszorú ebben a jegyben fog elkészülni. Nagyon sok természetes anyagot felhasználhatunk. Fahéjat, csillagánist, akár szegfűszeget, narancs szeleteket. Ezeket el lehet készíteni előre, megszárítani, és akkor, amikor alkotunk otthon, csak fel kell használni. Szeretem az élő anyagokat, úgyhogy ezen a koszorún is díszíteni fog élő fenyő. Ez a nobilis fenyő. Őtőle nem kell félni, nem potyog, nem hullik, nagyon szépen megszárad. Ragasztópisztollyal ragasztom rá a fenyőt. Most nem készültem előre kötött alappal, hogy jobban láthassák a néző. Mint már említettem, ez a koszorú natúrszínekben fog pompázni. Egy kis mézes kalács, ami akár lehet igaz is, ha már sütöttünk, készíthetünk apróbb darabokat a gyerekekkel, és akkor ez díszítésben is felhasználhatjuk, nagyon divatos, és az illata is remek. Én úgy szoktam, hogy a díszítésnek is maradjon hely, ez most nem egy teljesen fenyővel bevont koszorú alap. Jó, hogyha látszik a cirok szalma alap is. Itt-ott kitűnik, mert az is természetes anyag, így nem takarjuk el most teljesen. Természetesen, ha ide-oda kell majd még fenyő, azt a végén is pótolhatjuk. Következő fázis, ez lehet a masni készítés. Most a masnőben is egy nagyon natúr anyagot választottam, egy ilyen zsákszövet, lenes hatású anyag. Ezen most semmilyen csillogás nincs. Szerintem ez a szépsége, egy hópihe mintás, natúr. Nagyon szép idei szalag. A masni készítéshez drótra van szükségem. Levágjuk a szalag végét. Drótos szalagokból sokkal könnyebb masnit készíteni. Egy picit meggyűrjük. Csinálunk egy fülecskéjét. Áthajtjuk a szalagot, még egyet. Ha közben mindig meggyűrjük a szalagot, akkor szorosabbra tudjuk fogni, és szebb formájú lesz a végén a masnink. Ezt egy vékony dekordróttal drótozom, és levágom a kellő hossz. Természetesen úgy is lehet,
hogy előre leszabjuk négy egyenlő részre a szalagdarabokat, és akkor is biztosak lehetünk benne, hogy teljesen egyformá lesznek a masniaink. Most négyet megkötök, hogy begyakoroljuk a masni készítést. Rendben, egyelőre félre is teszem. És a drótok segítségével könnyedén tudom rögzíteni a cirok alapba. A masnikat átfordítom. Így nekem egy kicsit nehezebb, de a nézők talán könnyebben látják. Megrögzítem. Egy picit ragasztóval is rásegítettem, de a drót is megfogja. Megvan a masnink, a gyertyánk. Ezek után jöhetnek a díszítő elemek, ami igazából bármi lehet. Készítettem ehhez a natur koszorúhoz fehér bogyókat, amiket szintén ragasztópisztollyal fogok elhelyezni. Felesleges szárt darabokat levághatjuk. És igazából ezeknél a természetes díszítésű koszorúknál az a jó, hogy bármi, ami otthon van, dióhéj, mogyoró, apró tobozok, amit séta közben összeszedünk, mi magunk vagy a gyerekeink, gesztenye, ezek mind felhasználhatók, de hogyha úgy adódik, akkor és nincs rá lehetőség, akkor virágboltban is beszerezhetjük ezeket az apró kiegészítőket, és már szinte mindent meg lehet kapni. Darabos kiszerelésben nem kell nagy zacskókat megvásárolni. Apró tobozokkal folytatom a díszítést. Ez egy picit fehérített, ilyen, mint hogyha havas lenne. Bízva abba, hogy idén fehér karácsonyunk lesz. Én még idén nem sütöttem mézes kalácsot, úgyhogy ez kerámia mézes kalács, ami ide kerül. Másik kedvenc, ez dekorációs kellék, de fűszerként is használjuk a csillagánist. Ez a szárított fűszer is nagyon jól néz ki a koszorúinkon. És ezek az illatok, formák hozzátartoznak az ünnephez. Így. Egészen szépen alakul a kis koszorunk. Felhasználhatunk még ágacskákat. A díszítéshez. És gyakorlatilag tényleg bármit, ami otthon a kezünk ügyébe akad. Megmutatom a nézőknek, hogy hol tart a díszítés, és már egészen jól kezd kialakulni a vége. És ahogy említettem, ahol még úgy gondoljuk, hogy kevés a fenyő, vagy a díszítés, akár fenyővel, vagy egyéb dekor elemekkel még díszíthetjük a kis koszorunkat. Egy pici csillogás is legyen benne, egy kis gyöngyház. El is készültünk, a következő adásunkban pedig maradjanak velünk, érdemes lesz. Ott nem klasszikus adventi koszorúkat fogunk készíteni, hanem konyhai eszközökből, ami otthon rendelkezésre áll, és már szorít az idő, mégis legyen valami kellemes asztali díszünk, mi maradjanak velünk.